Labdákat hajít a Zsámolyba a Moson-Magyaróvári Margaréta Klub nyugdíjasa. Ilyen és ehhez hasonló ügyességi játékokat kellett teljesítenie azoknak, akik beneveztek a kistérségi nyugdíjas 10 próbára, melyet a Moson-Szolnoki sportcsarnokban szerveztek meg. Igyekszünk minden megmozduláson ott lenni, az lehet sport, bármilyen rendezvény, és nyilvánvaló, hogy ennyi hallgatás után, bezártság után direkt megörülünk annak, hogyha valamerre kimozdulhat. Két csoporttal jöttünk, egy fiú és egy lány csapattal, és mellette jött 5 néző is. Potyognak a flakonok a kispadról, le kellett dobni őket. Néhány méterrel arrébb pedig teniszütőn labdát egyensúlyozva kerülgetik a bójákat a versenyzők. A kistérségi nyugdíjas 10 próbára nem csak a Moson-Magyaróvári térségből, hanem Szlovákiából is érkeztek. Összesen 75-en versenyeztek 14 csapatban. A próbák egyszerűknek tűnnek, mert ugye a nyugdíjasokat a csapatokban vannak olyan öregek is, vagy idős emberek, akik nem biztos, hogy meg tudnának csinálni bármilyen hétköznapi sportot, ezért inkább ügyesség irányba mentünk el, egyszerű ügyességi feladatok vannak leginkább a pályán. A vírus helyzet enyhülésével mindenki nagy örömmel mozdult ki. A János Somorjai Klub tagjai vállalták a játékvezetői szerepeket. A sportos feladatok mellett volt egy kis agytorna is kvízzel, műveltségi tesztekkel. A szervezők bíznak abban, hogy a nagy sikerre való tekintettel jövőre is lesz kistérségi nyugdíjas 10 próba. Szeretnénk ebből egy hagyományt teremteni, hogy aztán majd átadjuk a stafétát, és jövőre más klub vegye át az irányítást. Mi megmutatjuk azt, hogy hogyan, mi az elképzelés, és ami jó, azt használják fel jövőre. A verseny jó hangulatáról a szurkolók is gondoskodtak. A legügyesebb versenyzőket az élmények mellett serlegekkel jutalmazták, de a többiekre is gondoltak a szervezők, így mindenki kapott érmet és oklevelet.